Csácsom, hogy sötét ezt a csokoládét. Szevasztok, gyerekek! Ki? Hova kell mutatnom? Ott a kamera. Hello, hello! Kiből jelentkezik a következő csodálatos szeretnéi szadája? Bocsánat! Hogy? Hülye vagyok. Nem fogom újra kezdeni akkor se. Úristen, komolyan. Ez szerintem brutális a hülye a Keeper. Várja. Oké, minden. Jó, veressük neki gyerekek, mint a veresegyházi. Figyeljetek. Csapatom. Találtam egy jó helyet a facecamnek, itt nem zavar senkit, ugye? Jó, várjatok, tényleg húzzunk bele, mint az őrültek. Azon gondolkoztam, hogy lehet megoldani azt, hogy pörgős is legyen a gameplay, meg építkezéses fajtás is legyen. Mert írtátok, hogy jó lenne, ha építkezés lenne. Bám! Merre vette? Bám! Kézre vette! Bám! Lelőttem a kezét! Nagyon coolok vagyunk, gyerekek. Na jó, de húzzunk bele, mint az őrültek, mert egy csomó mindent kellene csinálni. Megszavaztattam el az előtti részben, ilyen lassan futunk, ilyen lassan futunk, gyerekek. Hát van nekünk minden bajunk. Megszavaztattam az előző részben, hogy mit kellene csinálni, gyerekek, minek örülnétek, és te megírtátok, hogy jó lenne, hogyha építkeznénk, és meghajlok az akaratotok előtt, építkezni fogunk, csodálatos dolgokat fogunk véghez vinni a mai részben, kreatívak leszünk. Wow! Jó. Befejeztem, bocs. Először is kellene néhány ilyen, hogy fel tudjak menni ezen a helyen. Mert akkor a Keeper be tud menni, és sorás dolgokat tud a ládába tenni. Mert sok cuccunk van, képzeld, barátom. Utána bevéheted a banánom. Na, figyeljetek, kitanultam már a modernézőt, ha ezt megnyomom, akkor bemegy oda. Ha ezt megnyomom, akkor bemennek oda dolgok. Oda néz, látod? Ha bemennek így, megnyomom, akkor bemegy minden oda. Hoppa. Ugye, ha ezt megnyomom, akkor na, az történik egyébként, hogy ugye olyan dolgok, amik már vannak benne a ládába, akkor azok belekerülnek. Keeper az annyira ki van tanulva, hallod, hogy az beszarsz neki. Hopps, éhesek vagyunk, várjál, mindjárt eszik a Keeper. Várjál, meg kéne először gyógyítani maga. Ez mennyire gyógyít? Várjál, azért is mondtátok, hogy gyógyít a méz, ez mennyit? 5%-ot kurál csak, akkor ilyet kellene use-olni, az 10. De ebből 2-t be kéne kaptam, mert akkor ugye az csak 10-et kurál, akkor még egyet bekapok, az már 20-at, és nekem 16%-a van, úgyhogy ez kell nekünk. Gyorsan együnk is, meg igazából pörgünk, mint a szállt rágyaszóró. Ja, remélem, itt senkit nem zavar, aki facecam. Nézz át ide a fejemet. Ja, bocs, hogy elmondom, hogy miért nem volt. Miért nem volt rész, de nem lesz annyira vidám egyébként. Miért nem volt videó, de úgy érzem, hogy tartozom annyival, hogy elmondjam, hogy miért nem volt videó. Ez nem videóvaló. Közben el fogom mondani, jó rész közben kellene csinálni a dolgokat, ezt a puskát kirakni ide, mert attól nekünk jó, ez miért van külön? Ez kell, a kávé kell, ide fegyveralkatrész kell. Ez mi elektrika? Ez a profit itemekben miért nem rakta be? Nincsen ilyenem még? Nincsen ilyenem még, tesó. Ez is kell. Ezt is tartom magamnál, ez megy a gyógyszerekbe, ez meg megy a fegyverekbe, ezek meg maradjanak nálam, jó? Így, aztán akkor így rendben is vagyunk, tényleg pörgés lesz mai részben, erre készüljetek, úgyhogy öveket bekapcsolni, biztonsági öveket, a kajapia gyógyszerhez menjen be, én erre gondoltam, hogy ez is igazából gyógyszernek minősülő készítmény lesz, oké, amire szükségünk van... Hol a murky voltarem? Van 86 murky voltarem, a 6 üveg legyen nálam, kajás szintünk annyira nem jó, ezt bekapja a Keeper, tök jó, kellene egy kis wood, egyébként a wood helyett stone, nincsen a szenem vagy valami csoda? Olaj, itt a szén, menjünk a szénnel, várjátok, szénből mit tudok craftolni, hogy esetleg ne csesszem el másra, szénből tudnék puskaport. Ne, meg ebben a nit. Úgyhogy lehet, hogy akkor nem a szenet fogom elcseszni, hanem akkor legyen a fa, mert a fát azt annyit tudok szerezni, amennyit nem szégyellek. És ez hova került ilyenkor?
Ja, oda jó. Sanyika, ne ássál, hallod, megint elkezd ásni, komolyan mondom, fal. Sanyika, ne ássál, léci, komolyan, könyörgöm, ne kezdj el ásni mindig akkor, amikor videót készítek. Rakjuk be egy 20 percnyit, és akkor találjuk, hogy mit kellene csinálni. Például, ebből kellene csinálnom vizet, legalább hármat. 1, 2, 3. Azért, mert akkor tudnék csinálni kávét, van 3 kávé, mert egyébként ez a painkiller, ez mi a szar megvan nálam? Nem tudom. Lámpám nem tudom minek ég. 3 kávé lefőtt. Kaját is kellene csinálnom, ha egyszer van. Van tojásom, meg ilyenem. Maradék az marad. Várjál, mi van itt? XP növelő jöjjön. Damage, range of damage növelő nem érdekel minket. A sör az jöjjön. Oké. Okay. Méz. Jó, ez nem érdekel minket szerintem. Na, a kávé kellene. Receptek. Kávé. 3 kávét lefőzünk, az 6 följön. Meg akkor csináljunk kaját. Ebből csinálunk. Békönös tojást 2-t. Grillezett húst 3-at. Oké. Okay. Ugye? Jó vagyunk. A maradékból megcsináljunk forrad vizet. Oké. Okay. Rendben. Látjátok, milyen szuperen állunk? Csodálatos minden. És most, kaja pia szintünk jó. Álljunk neki. Azt a zalagutat ki kéne... Azt a zalagutat ki kéne fúrni itt, arra gondolt a Keeper. Hány óra van? 15 óra 31, viszont meg el fogunk menni még küldetésezni is. Mert az éjszakai küldetést szeretném megcsinálni, jó? Várjátok, ezt én ne scrappelem. Nem kell nekem ez a fa. Jó. Ma azok maradhatnak nálam. Oké, okay. Csapjuk neki, viszont nyomok egy olyat, hogy... Hogy ezt is benyomom, ezt is benyomom. És kaptunk egy csomó buffot arra, hogy... Staminám! A staminám, ami így van lent, ez így visszatermelődjön marha gyorsan, és gyorsan tudja ütni. Mert egyébként nekem ez nagyon-nagyon fájó pont, és ezt szeretném, ha megírnátok, srácok. Várjátok? XP gain, XP. Ezt is benyomom, és akkor kapunk még 4 percig XP-t többet. Ugye az ásásért is. El akarom érni mindenképp még egy skill pontot, és akkor a Lucky Looter-ra rádobni. És a... és éjszak, akkor elmegyünk lootolni. Akkor már 3-as szintű Lucky Looter-en leszünk. És összesen ugye van 5, tehát a 3 az több, mint a fele. Úgyhogy jó cuccokat kell, hogy kapjunk. Ugye ezelőtt is raktunk a Lucky Looter-re, mi történt? Tudtam, mondom, hogy mit tudtam, akkor utoltuk ugye azt hiszem a varázspuskát, és még így is szará buffolva, ami ugye egyszer a sör is, meg a kávé is ad stamina bónuszt, majd töltődést, így is rettenetesen lassan tudunk ütni, és ezt megmondhatnátok nekem, srácok, hogy hogy tudnám azt elérni, hogy gyorsabban töltődjön a stamina, ilyenkor ásáskor, mert az a baj, ha nem buffolom szét magam, majd meg fogjátok látni, akkor bazze, akkor ilyen marha lassan fogunk ütni. Az a baj, a sok ikon közül most már fogalmam sincs, hogy melyik. Azt hiszem a 2 perc 52-es az jó, már úgy látom, hogy elég jó gyógyultak vagyunk. Azt hiszem a felső 2 perc, nem akarom megnézni, tudom, hogy megnézhetném a karakteremnél, de nem akarom megnézni, mert az időt veszítek, érted? Hogy addig se áll meg az idő. Közben majd visszamegyünk kávét, azt toljuk magunkba, mint a szart. Azt hiszem az 1 perc 8, 6 másodperc, 5 másodperc az a kávém. A kávé is ugye ad stamina bónuszt. Úgyhogy így érdemes szerintem megjelni, így áskálni, hogyha szarrá buffolod magad, addig amíg nem tudok. Nem tudom. Skill pontot kellene valamire raknom, hogy több staminám legyen. Nem úgy, hogy több, hanem hogy gyorsan regenerálódjon. Például bányászat közben. Ez, hogyha valaki megmondja nekem, hogy tudom megoldani, akkor a disztéren fogok benyalni neki, komolyan mondom. Mert igen, ez az, ami így visszatart attól, hogy én így bányászok. Mert rohadtul rüellem, hogy... Hogy. De egyébként azt hiszem tudnék jobb csákányt csinálni, ugye? Be van modolva, de lehet, hogy tudnék jobb csákányt csinálni. Most nagyon gondolkozok. Hányos szerszámot tudunk csinálni? 3-asot vagy 2-eset? Lehet, hogy a 3-asot meg tudom csinálni. És az jobb lenne. És akkor nem kéne ezt feljavítani, hanem akkor csinálni egy másikat.
Egyébként tök jó XP-t kapok, látod? Ezért gondoltam, hogy ezt így betolom. De olyan lassan ütsz, hallod, nézd már. Azt utálom, és szerintem el is ment a stamina reges. A kávé biztos elment, gyorsan ránézek, megőrülök. Kettő, drink, ja, drinkünk van. Ez a 20% XP megy, addig úgy tök, nem tökölök. Várj, a kávét az benyomhatnám, ugye azt mindjárt meglátjuk, hogy akkor mit kapunk. Ott van, 3 percet kaptunk. Úgyhogy 3 perc. Ez viszont meg kell javítanom. Várjál gyorsan. Időveszteség nulla legyen. Gyorsan, gyorsan, gyorsan. Úgy. Jó, 3 percig kávém van, addig most nem fogok semmit csinálni, tolom neki. Utána kimegyünk, hozunk még kávét, és nyomjuk neki, jó? Oké. Okay. Meg akarom kapni a következő skill pontot, mert akkor fel tudom a harmadik Lucky Looterre rakni. És akkor elmegyünk egy lootolásra, jó? Amint megléptem a szintet, szerintem megyünk lootolni, és akkor folytatjuk majd. Figyeljetek, meg akarom csinálni az éjszakai küldetést, hogy kapjak új küldetést, ugye? És nem lehet felvenni. Gangster szokta írni, hogy valószínűleg tudsz felvenni több küldetést, nem engedi. Hanem azt csinálja, hogy ugye odamész ilyenkor, akkor nem ad még egy küldetést. Úgyhogy azt meg kell csinálnom, és akkor kapnék talán tier 3-as küldetéseket, ha végigcsinálom a ketteseket. De így ugye nem fogok kapni, és a tier, vagy nem tudom, hogy ejtik. Nem tudom tényleg. Akkor ott valószínűleg jobb lootot, meg jobb cuccokat, meg mindent jobbat kapnék, hogyha azokat a küldetéseket csinálnám. Úgyhogy ezt kellene csinálni, nem tudom, egyébként abba hagytam el 2 másodpercre a rumálást addig, amióta megy ez a videó, de lehet, hogy nem. Jó. Ha nézzük, 1.46, jó. És közben iszunk, és azt hiszem az ivás is ad, maga az ivás, hogy iszunk bármit, az is ad, azt hiszem, stamina reget. Tehát a vízivás is ad stamina reget. Úgyhogy az is egy jó dolog. Viszont, hogy beteg vagy, ugye az viszont csökkenti a stamina reget. Közben így nem csináltam videót, viszont olvasgattam a dolgokról azért, hogy tegyük tisztába a dolgokat. Jó, az XP növelésem szerintem elment borér. Úgyhogy nem baj, nem baj, csákányozunk. Nem tudom, hogy hol tarthatunk, rá kéne. Egyébként egy minimap. Egy minimap, az hiányzik nekem a játékban. Nem tudom, minden játékban van minimap, az ember miért nem tudnak egy kicsi kockába egy minimapot ledobni. Már csak azért érted, hogy egy ilyen közvetlen közeletben lévő dolgokat mutassa. Nem kell az, hogy a zombikat, vagy mit tudom én. Nem kell nekünk ilyen csites dolog, csak ilyen mit tudom én, hogy hol vagyunk. Nem kéne akkor rányomni az M-re. Most vagyunk a gang felirat alatt. Hát az a... Kb. Nem, még a fele sincs meg. Úgyhogy ez egy elég hosszú alagút lesz. Viszont tapjuk az XP-t. Kövünk annyi lesz, mint a sárbár. Nem tudom, mire fogjuk használni, bár ugye betonhoz is kell majd. Cementhez kell, ugye? Cementhez kell köv. Sütőbe lehet azt hiszem ezt kiolvasztani. Hát el kell kezdenünk azt is csinálni a sütögetést, már mint a kemencébe. De... Engedj. Annyi az a baj egyébként, hogy annyi dolgunk van, hogyha szerintem videón kívül elkezd játszani az ember ezzel, gyorsabban halad, mert így tök el tud pepecserni. Mert ugye 2-3-4 órát az tök így el tudsz játszogatni magadban, az meg nekem egy ilyen 5-6 rész. Érted? Most egy este, ja, neki az, ho, játsz, 4 órá olyan játszok, úristen. És hogy tök jó haladsz, én meg nekem meg úgy be kell osztanom, ugye, hogy meg azért szeretném azt is, hogy valami érdekes legyen mindenki számára, például aki szereti az építkezést, az olyat, jó, szerintem mehet még vissza. Megnézzük a kávét, meg lekapcsoljuk a gáztűzhelyet, mert régen, azt hiszem, milyen hosszú lesz az alagút, úristen, megint 4-es metrót építünk. Mi azt le kéne kapcsoljuk, várjál, hoppa, nem fél gyerekek. Együnk. Ugye ha eszel, akkor meg ezért kapsz stamina bónuszt. Tehát max stamina bónuszt kapsz. Jó, vagy kávét begyűrünk. Ja, nem tudja hova rakni már, mert ugye max egy slot lehet. Úgyhogy nem baj. Semmi gond, gyerekek, de ez megint itt a 4-es metró megépül. Mert még a felén is vagyunk itt azt hiszem itt fogunk kiérni. Ez lehetetlen az. Ja, úgyhogy darabig kohálgatunk. De hogyha meg lesz az XP, akkor elmegyünk bandázni, és úgy akarom, hogy elmegyünk a városba, és az 10 órától lehet csinálni azt a küldetést, 10 órakor már legyünk ott, és akkor rányomunk, és akkor egyben meg tudjuk csinálni, akkor nem az van, hogy kifutunk az időből, előtte meg ki tudjuk még nappal pucolni a környéket. És ez a teória. Ugye magát a helyszínt, ahol csinálom a küldetést, azt nem tudom kipucolni, mert az mindig újraépül, tehát az nem tudom előre lezsírozni.
de magát a környéket azért ki tudjuk pucolni. Meg lootolgatunk random helyeken, mert ugye akkor már valószínűleg, sőt biztos, hogy a 3-as lucky looterünk lesz. És roppant módon kíváncsi vagyok, hogyha már az 5-ből 3 megvan, ami elég jónak mondható szerintem, akkor az mennyire jó cuccokat fog nekünk dobálni. Na, hát érezhetően lassabban ütök sajnos, mert ugye 20 darab staminát zabál egy darab ütésem ezzel a csákánnyal. Ja, és beszéltük, hogy lehet, hogy kellene új csákán csinálni, hát erre meg megcsinálhatom én, de nem is tudom mivel. Az a baj, nem akarok időre veszíteni semmivel, gyerekek, tényleg itt most ez egy ilyen pörgős rész, meg igazából minden rész pörgős. Egyébként Ferike jegyezte meg nagyon jó, hogy azért nem tetszik nekik a facecam sokaknak, mert akkora orrod van, mint a bazilika kilincs, azt mindenki azt nézi. Hát mondom, köszi szépen, nem kellenek ellenségek, ha ilyen barátaid vannak, azt szokták mondani erre, ugye? Mindenki a nagy orrodat lesi, és ezért nem tudnak figyelni a játékra. Nagyon jó megfogalmazta, de... Taros sem tudja, gyerekek. Lehet, hogy ez is benne közre játszik. Na, még nem sokára... Nem sokára meg lesz a szint, és akkor meg is indulok igazából, olyan, szerintem olyan 6 óra magasságában lesz, meg ugye oda is kell érni, 10 óráig kicsit idejelünk, csetergünk, aztán mehetünk neki a nagyvilágnak, csináljuk a küldetést, mindjárt megint elfogy ugye a kávé. Egyébként van egy ital, azt hiszem, amelyik több stamina reget ad, még a Joe mondta, hogy van egy olyan, hogy mi az, valami bányász kávénak emlegette ő, és ahhoz puskapor kell, meg kávé, meg azt hiszem ennyi, és az ilyen nagyon sok, az adott legtöbb stamina reget. De azt hiszem, hogy lehet is stackelni, lehet mármint így egymásra pakolni ezeket, például van. Azt nem tudom, hogy ez így működik-e, hogyha például van, iszom a vizet, nyomom a kávét, akkor az így összeadódik-e a stamina reg. Na, erre is kíváncsi vagyok, hogy érdemes-e egy több dolgot egyszerre tolni. Na mindjárt szerintem már meg is vagyunk. El is fogyott a kávé. Na most figyeljétek, milyen. Ennyivel lassabban. Tudok ütni. És out of stamina. Jó. Na. Még mindig nem adta be a szintet. Hol vagyunk egyébként? Hát még mindig nem vagyunk a felénél. Ez kicsit sok lesz, úgy látom ez az ásás. Nem akkor... És már tényleg az lesz, hogy meg fogok próbálni, mert egy kicsit nyugodtabb helyzet van. Most tényleg pörgök, mert időhiánya... Na megvan a szintünk, gyerekek, adjál neki is annyi. Nézzük a Lucky Looter dolgot! Igen. Pont nem látom. Lucky Looter, itt volt, figyelj. Hoppá! És ugye... Jó szerencse... Nehő... Nézzé... 15% loot bónuszt kapok, de biztos, hogy ez nem olyan? Mert van egy, ja, Treasure Hunter, azt leszarom. Ja. Hát igazából akkor ugye? Ezzel kapod a jó cuccot, szerintem. Jó, a gyerekek, hát nem húzom az időt. Menjünk a francba. Ugye, amit beszéltünk, hogy ki is fogjuk próbálni ezt a csodálatos dolgot. Nézzük, milyen kaja szintünk van. Még bedobok egy másikot szerintem. Ezeket meg kiszedem, mert meg, akkor nem tud ugye leégni. Jó, ez 3 perc, az 7 perc, úgyhogy ebből nem beszélek ki. Jó, 9 fa, hadd menjen a levesbe. A kaja pianhoz rakunk be ilyet, egyébként 10-et lehet egy helyre rakni, az érdekes. Viszont visszak egy 10 darab ilyet, így, a kaját berakom, a követ is berakom, jó? Aztán szerintem ez így jó. És miért nem rakta be? Ja, ez csak akkor rakja, ugye ezt tekre rakom. Aha. Ez meg az összes itemet, úgyhogy ezt nem akarom megnyomni. Várjatok egy pillanatra, annyit kellene csinálnom, hogy ezt megjavítom. Hol a pipe-om? Gyors! Ez látjátok? Ilyen nem megy az idő. Elvileg. Ezt megjavítom. Ezt javítsuk, ezt is megjavítjuk. Ezeket meg azért nem javítom meg, mondjuk ezt megjavíthattam volna QA-jel. A baltát meg azt a másikat azért nem javítom meg, mert még félig van, akkor már ne. Na, fém ide, stone ide, wood, a woodot kéne vinnem, mert lehet, hogy kell építenem bármilyen funkcionalitásos dolgot. Meg akkor nézzük meg a...
Iron pickaxe-hoz mi kell? Fa kell, bőr kell, duct tape kell, 5. Jó, szarom le gyerekek, most egyelőre nem. És 4-eset tudok már csinálni, bazz, itt van a izé, kutya elás a gyerek, 4-eset tudok csinálni. Azt a betyár, hát akkor ebből kell egy 4-es, akkor jobban fog csapni. Jó, hát most ugye abszolút nincs rá szükségem, úgyhogy inkább húzzunk a rákba. Hát lőszerem egyébként nem sok van. Meg kell, hogy mondjam, nem sok lőszerem van. Ez, milyen helyzet, mi folyik itt gyöngyösen? Nyisd már meg, légy szíves. Jó. Hadd csinálj, várj, ki kell vennem, mert megint nem fogja elférni. Na, annyi mindenre kell figyelni, örülök. Na, mehetünk. Jó, meg vagyunk gyógyul lassan, 6 percig van egy kis stamina bónuszunk. Kávét most nem tolok, mert minek. És akkor mehetünk ki szerintem. Opcionális dolog az, hogy íjászkodás létezik. Ha íjászkodás létezik, ha figyeljetek, hogy egy kicsit tovább jutottunk, elvileg itt vagyunk valahol a föld alatt, te mindjárt megmutatom. Valahol itt vagyunk a föld alatt. És ugye még eddig kell ásni, nem csak eddig, de valahol itt fogunk kiérni, és a bejárat az valahol itt fog létezni. Úgyhogy frankó lesz, szerintem teljesen jó. De most már menjünk. Útközben ejthetünk olyan dolgokat, nem muszáj egyből arra rámennünk, mert 18 óra 5 van, tehát egy kicsit tudunk csavizni, csavarogni, lootolgatni, mert most kihasználhatjuk a 3-as Lucky Looter szintünket, amitől talán jobb dolgokat kapunk. Egyébként miért ilyen gyorsan fáradunk? Gyorsan fáradunk szerintem, ez ad valami debuffot? Semmi! Nem ad. Mi van még itt? Mi volt? Várjál. 11%, tehát ez le fogja vinni, ugye? Ez jó. Max stamina bónusz, az meg max staminát növel, csak ahogy a nevébe benne van, szóval annyira nem érnek el minket. Remélem tényleg itt nem annyira zavaró a fészkem. Gondolom azt mondanátok, hogy ide vigyem ide, lejjebb várj ide. Csak nem tudom, mert ott nem valamiért nem működik. Normális, ott mindig eltűnik. Úgyhogy bocs, ez fakereszt. Öcsém, más irányba megőzzük. Na. Hogy imádok. Imádok híjaszkodni, az egy jó. Na, abba az épületbe bemehetnénk, na. Nyuszi! Nyuszi mindig jó! Főleg, ha megáll, mint a hó. Köszi szépen. Egy darab nyilvessző is voltál. Figyelj, nyulat mindig lekülülni, mert... Úgy egyébként az a hegy, abba bástam óra mag. Beszóltál Messi babának? De mi a szarér úgy mész, mint a... Befőttes gomé, ahogy gurult. Úgy látom, hogy gyenge pontját megtaláltam a nénének. Pennán kell lőni aztán akkor. Belőni a soknya alá, bele röpül a vesző vaginájába. Ez miben volt? Vagina. Tudjátok? A izében, Boratban. Borat 2-t láttátok? Hát én annyit szakadtam azon. Jobb oda egy, de a kettő se rossz. Azért voltak olyan jelenetek. Nem akarok spoilerezni, pedig nagyon szívesen tenni. A kutya álmajom, el. Ura előttem. Jó, ott rossz meg. Annyira nem kell nekünk az a ide. Az a hús. Mert igazából időhiányban vagyunk. Ott jön a zombi. Ott jön a zombi. Imádom, így ijászkodás. Ez valami motel, gyerek. Na itt szerintem minden lesz, csak az nem, amit én akarok, de jó. Ilyen specifikus loot. De várjátok, itt is van fő loot. Ilyen olyan dolgokra érdemes lenne rámenni. Mint ilyen rendőrség, katonaság, mert ott ugye szerintem jobb. Na, nézzük meg a szemétbe, mi van. Oda nézi, token volt a szemétbe. Szokott token lenni? Szerintem jó. Oda nézi. Valahogy nem szokott ilyen jó szisz lenni, szerintem. Gyerekek, megfogtuk az Isten lábát, hogy villám nem vágta meg. Ebben a kocsiban biztos nincs semmi, meg röpül az autó. Röpül a bálna. Mindenki álljon, vigyázz, bab. Na mi van, gyerekek, van itt valaki? Halló?
Csókoló! Senki? Ez vas. Ez már fa. Ki vagyok ám tanulva, gyerekek, úgy. Figyelj, ott van a csávó. Ezért mondtam, hogy ezékor jöjjön. Nappa. Ezek már futnának, mint az üszök. A Keeper meg nem szereti a futkodó zombikat. Valaki fötyörög, valaki fötyörög. Ó, oh, ott a szép fetesóim. Már megfogtuk a este lábát. Jó, körülnézzük azért. Bőrszéket nem visszük el. Ez mögött is perézek. Készítő képei mögött vannak dolgok. Na várjátok, ez idegesít, hogy zombi hang van, de... Tudtam, hogy megjön. Kisanyám, oda nézzél, bázzal, mit csináltál? Ó, kisanyám Mária, oda, micsoda bakkancs, gyerekek. Hol a rőle szorak azzal? Nincsen nekem bakancsom. Miért? Mi? Nem hordtam cipőt? Már itt láfutottam, vagy mi volt? De jó. Kaptam egy jó motor, idei motoros rossz csizmát. Nem mondod már megint. Jönnek a zombike! Lehet a szomszédból, legalább kitöri a falat. Villan vakta volna meg, várj, iszok egyet. Már az is a stamina reggel 15%-ot. Szerintem a szomszédba ütnek valamit. Ebben meg egy nagy lószar lesz, ezekben a pici széfekben tudjátok mi szokott lenni? Megmondom előre. Semmi. Ott workbenchnek a ideje, de azt megtanultam már, de nem baj. Ez meg pénzért el lehet adni, az jó, de olyan hangos az a zombi, ha átmegyek, szétverem a fejét. Na mi van, gyerekek? Ó! Figyelj, homlokából kiáll a izé. Lüszer. Meghaltál, nem? Ez bírja, bazze. Azt a betyár! Ez mennyi XP lesz, tesó? 825, hát ezt köszönöm szépen, ez kemény voltam. Ez ki is törte magát, nem? Vagy hogy? Ki bújt a lukon? Hello, hello! Az olyan hülyeség nem lehet átlőni, de ezt úgy utálnom. Ezt nem szereti a Keeper. Eskü nem bírom ezt. Na itt van valaki, van valami, vagy valami csoda? Hátsó szobában, figyelj, izé van itt. Cipőnapbomban, hát nem hiszed el, ez még jó. Nem, ez ugyanaz. 1-9, és mi? Ez már tényleg nem ér. Ja, nem vettem fel az előzőt, hülye vagy. Ez 3-4-1. Ez izé meleg ellen, ez jobb, úgyhogy ezt. Az elfelejtettem fölvenni azt, amíg én azt hiszem, én vagyok, hogy... Ja, várja, de így le... De miért? Lekapja az idejémet. Heavy armoromat. Ja, mert ezek olyanokat arra, mint már az nem ad, és akkor ugye nincs milyen összevetni. De jó, hát ez nagyon szuper. Idejékor el kell indulnom, legkésőbb olyan 20 órakor gyerekek, jó? Hát ez meg a budi. Ó, bicska, hát ez... olyan fényes az a bicska, hogy az őrület. Jó, hát nem nagyon tudok tovább menni nagyon. Ez innen jött ki, figyelitek? Azt hittem, itt mögöttem valaki. Imádom ezeket. Ezeket a rútokat. Jaj, de érdemes ide jönni. Ezt nem nagyon fogom tudni végigjárni, úgyhogy szoszorra gyerekek mindenkit elnézést kérek. Elmegyünk. Elmegyünk valahova. Messze. Messze vidékre. Az mi ott? Egy kópér ma az életemet adnám, hallod, vagy nem tudom, a fékezeteket. Volt egy ideje, volt egy roma gyerek haverom, az mindig azt mondta, hogy ha vakuljál meg, hogyha hazudok, vakuljál meg. Nem köztes volt. Ezért megoldod a problémákat egy kicsibe.
Én úszhatok. Víg leszek, vizes. Nagyon vizes lettem. 6%-ig, 42%-ig lettem vizes. Így a melkosomig, gyerekek. A tököm is már vizes. Figyelj, ebbe lesz a nagy lut. Amúgy elmondom nektek, hogy szerintem jobb a lut még a szemétből is. Hát akkor meg nem a szemetet turnám, ugye? Jó, az ott van már. Megyünk a küldetés helyszínére, ott körül kikucolunk mindent, és megcsináljuk a körit. Megcsináljuk, mert meg muszáj. Csak az a baj, nem tudjuk leadni, majd reggel nem számít. A képer bele van, ez már most bolondulva. Oldom. Oldomot is szereztünk. Jaj, de jó. Megyünk be az úton, hallod? Motort akarok. Tudom, hogy utáljátok, hogy a biciklit nem használom, de utálom a biciklit, hallod? Nem szeretem a biciklit. Nem szeretem, mert mindig le kell szállni lutóni, meg minden, de nem jó. Ezeket a szemeteket meg nézegetem, de minek? Én be akarom, azt hiszem benne lesz a izé, csodálatos nagy fegyver. De izé, ez mi? Még egy híd, ó, hogy a villám nem vágott meg. Ja, megemlített, na, elmondom egyébként, hogy miért nem volt. Amíg odaérünk, elmondom, miért nem volt videó. Először is, a hétvégén, Sanyi, ugye a kutyám a szarul lett, de olyan szinten, hogy tényleg azt hittem, hogy elpusztul. Hívtam orvost, mindent, és ilyen, hát azt mondta, ilyen koordinációs zavarokkal kezdett el küzdeni. Itt remegett a feje, azt utána lefeküdt, és ott is így rászkodott. És akkor elvittem orvoshoz, este 8 volt, de mondom, fú, valahol el kell mennem, úgyhogy ez tök rendes volt, fogadott. És mondta az orvos, hogy két opció van, sajnos igazából hirtelen nem tud egyikkel se semmit csinálni, vagy agyvérzése volt, vagy pedig, fú, minek nevezik? Bazz, elfelejtettem a nevét. Úgy utálom, amikor elfelejtem valaminek a nevét, és így idegesít. Minek nevezik, amikor így remeg valaki embereknél is előfordul? Epilepsziás. Mondták, hogy lehet, hogy epilepsziás, figyelnem kell most folyamatosan, de úgy van, hogyha nem vagyok itt, akkor is be van kamerázva a lakás. Figyelnem kell, hogy milyen sűrűn fordul elő neki elő, és mennyire intenzív, és meddig tart, gyakorlatilag mindent. A legjobb az, hogyha mondta az orvos, hogy felveszem videóra. Azt igazából ennyi. Úgyhogy most figyelem azóta nem csinálta, de ugye az epilepszia az úgy van, hogy lehet, hogy sűrűbben, valakinél máshogy jelentkezik, ugye csomó fajtája van. Az epilepszia szó, vagyis betegség alá vesznek így mindent, ami olyannal kapcsolatos, hogyha az agyban vannak olyan ilyen elektromos hullámok, amik ugye ilyen önkívületlen mozgást eredményeznek. Hát Sanyinál ilyen felrángás, meg ilyen hasonló dolgok jöttek. Valamelyik kutyánál durvább, ugye embernél is ugye van ilyen nagyon durva remegés, meg mit tudom én. Jó, még van 2 órán közben utolunk. Úgyhogy ezzel vinkódtam, és hétvégén ez volt. Azt utána 2 napon keresztül gyakorlatilag, amikor volt szabad idő, akkor folyamatosan vele voltam, aztán figyeltem, hogy nincs-e valami. Aztán nem 2 napon, egész eddig gyakorlatilag mindig azt csinálom. És mondom, jó, itt el van. Figyelem, meg közben csinálom a videót, most is itt van alattam. De mondom, megint azt hiszitek, hogy eltűrök, és ezt nem akarom. Nem akarom, hogy azt gondoljátok, hogy úgy van, cserbe hagylak benneteket. Hát a másik dolog, tegnap akartam már videózni, ezt is mindjárt elmondom. Ez nem egy zombi? Jézus Mária, ez jó, be volt aludva. De nagy favágom van pedig. Van még valaki. Mindjárt mondom a másodikat, és az egy kicsit szomorú. Na, ugye Sanyi figyelése volt majdnem egy hétig. A másik dolog az meg az volt, nem tudom mikor kerül fel ez a videó, ma vagy holnap, de az a lényeg, amikor rögzítem ahhoz képest tegnap,
Képzeljétek, ugye én CNC marosként dolgozom, és a reggel 2:30-ig, mondjuk ez nem is annyira fontos információ, de annyiba fontos, hogy 3 órakor ugye abba adjuk a munkát, és eljövünk onnan, és képzeljétek egy utána, hát elmesélem az egész sztorit, úgy volt, hogy eljöttünk mindenki haza, és az egyik munkatársam az meg ott maradt. De úgy, hogy nem vettük észre. Amikor jöttünk haza, akkor nem jött velünk. Hát nem lehet tudni, hogy ilyenkor mi történik, WC-n is lehet az illető, vagy bármi. És utána derült ki, hogy meghalt. Összeesett a gépe mellett, ő neki volt a legbelsőbb a gépe. Utána már, hogy kikapcsolta, és akkor ott hagytuk a műhelybe, és hozzájött mindenki, lekapcsoltuk a villanyokat, és ő meg ott maradt. Ez történt vele. Tegnap nem voltam olyan lelki állapotban, hogy videózzak. De ugye tegnap, ugye, amikor hazajöttem, utána hívott munkatársam, hogy képzeld, mi történt a Lalival. Meghalt. Ott maradt. Ott felejtettük. Úgymond. És hát nem volt kellemes, sajnos. Én megnézem ezt a másik épületet addig, jó? Itt föl tudok ugrani, hogy nincs esély, de... De ez tök jó, hogy föl lehet jönni, gyerekek, ez gyarulás. Hoppa, hoppa, milyen? Ó! Ez mi? Mi ez? Szerintem itt nem voltam, vagy igen? Gyerekek, én itt nem hiszem, hogy voltam. Nem hiszem, hogy én itt voltam, de ne is beszéljünk róla, mert amúgy is csak elmegyek, hát hogy hülye vagyok, de... Hogy figyelj, barterezés 20%, ezt be kell inni, mikor idejesz, mikor nekiállsz üzletelni, akkor több, jobb üzleteket költsz, úgymond. Ja, úgyhogy, igen, ez történt, úgyhogy, ja, nem volt kellemes, és tegnap meg azért nem videóztam, ezt tudom, hogy nem... Mondjuk, hogy most ez ilyen hangzik, de nem rátok tartozik, meg lehet nem is annyira érdekel, mert csak akartam, hogy tudjátok, hogy mégis mi volt, hogy miért, nem. Nem akarom elhanyagolni semmiképp, még egyszer a csatornát, akár mi is történik. De fel kellene jutni, na. Tehát ez ilyen volt most, ez sajnos. Szarul jött ki, ragyog. Arra vagyok kíváncsi, hogy ide föl lehet itt jönni is. Nincsen loot. Oda nézd, bazd, ott egy csapóajtó. Mi a szar? Gyerekek, valamire nagyon rábukkantunk, nem? Ott egy badár, bazd. Ezek... Mi a szar van ezekkel, gyerekek? Miért nem látnak? Ott ők gubbasztott. Mi történik velem? Én lettem ott való. Van egy olyan érzésem, hogy ez le fog szakadni, hogy én ide. Nem szakad le? Most szart nem, bazd, ez leszakad. Gyerekek, de ez miért kell... ott a loot, puzzle, ott a loot. Megpróbálja végigfutni. Várj, a fehérek szakadnak le, aha. És bocs, hogy előre hajolok aztán. Ott a loot, ott a fő loot, Dezső. Oda néz. És shotgun belsiásos loot, gyerekek, megfogtuk az Isten lábát, úristen. De jó. Imádkozzatok, hogy valami jó cucc legyen benne. Fegyó! Off. Ne! Ez egy fegyó! Ez egy fegyó, bazza! Valami stanos! Valami stanoló! Bazza, mi ez? Ezt ki kell próbálni, mi a fog? Ez elvileg valami elektronyos dolog. Ezt kipróbáljuk. Nem nagyon vagyok híve az ilyennek, nem is nagyon pakoltam rá. Ezt jó lenne kipróbálni. Te bazza! Ó, hogy mindig ezt kapom, úgy utálom, hallod. De ezt krepelem a francba. Hát ugye ez a shotgun messiásnak a bautja. És ugye itt lószart se találtam az előtt. Vagy találtam, de lehet, hogy szart. Mert igazából én itt átnéztem dolgokat. Ott is, ja, ott volt fönn egy doboz. Nem sok minden van, ugye. Hú, bazen 21 óra
20, ide át kéne vonulnom. Ugye én ezt már kilutoltam, kipróbálom azt a fegyót. Úgyhogy ezek ugye ki vannak lutolva. De hogyha ugye elindítom a küldetést, akkor ez újraindul. Mindenki van itt lutolva szerintem. Itt is? Ez nem. Haha, ez nem. Kipróbáljuk ezt a fegyőt, bazze. Gyerekek, elmondom nektek, hogy autóba eddig fos. Fos lúd volt. Most megnézem már még mennyi cucc hallod. Ez tudti, bazze, hogy ez nagyon sokat számít a Lucky Loot. Hát nézzük már, akkor nincs egy zombi, most úgy fejbe vernék valakit, hallod? Erre meg nincs itt senki, menjünk ide be át. Ugye egy kell indítom a küldetést, 22 óra 00-kor. Ezt nem tudom mutatni, most nagyon rá vagyok kattam be erre a lúdra. Ez mi? Színpad? Nincs itt valami. Legalább egy zombi legyen, hallod? Most miért nincs egy drog zombi? Ó, te fiú, hallod, ez mekkora szar. Oda ott meg van egy létra, tököt föl lehet meg. Menjünk be a Subguy nevű. Ez mi ez? Könyv? Könyves volt? Itt, ja, itt akartam lenni, de nem voltam. Ja? Jó, nem, bocs. Egyébként elkezdett akadni egy cipicit a játék, jó, ez szar. Azért arra csillentettem, hogy milyen hangja van. Ó, kávé, ez mindig jó. Mi a szarért akadunk? Lehet, hogy nem kapcsoltam ki, jó, nem. Juha. Na majd mindjárt ezt nyakon verem, gyerekek. Segítsünk ki szabadulni neki? Hát csülös, hadd várjálek nyakon. Kíváncsi vagyok, mi történik. Hát ez nem annyira, igazából nem vagyok rápakolva se, ugye. De viszont ilyen izé, jó. Hoppa! Aha, akkor megvan a százalékos esélye, gondolom, hogy ez rászor. És akkor be van stanolva. Nem rossz, nem rossz. Hány százalékos is éreztem volna? Ez hogy van ez? Nincsen olyan? Mi a glóbb? Divincs. Block damage. Stamina cost. Attack per perc. Azt gondolom, nem tudom, hogy mi az. Ez is ez az attack per perc, ez lehet a DPS. Szerű valami, dimis perszek akar lenni. Max durability, jó, hát hadd legyen. Jó nekünk, ilyen csodálatos, csak nem nagyon használok ilyet, tudod. Ezeket meg beszkreppelem, mert ugye mégse kell. És átnézem a dolgokat, jó, pillanat gyerekek. Megy a levesbe, mert hát, hogyha lutolunk, akkor ne az legyen, hogy itt még tökörni kelljen, ez is megy a levesbe. Olyan dolgok legyenek nálam, amik azért fontosabbak, tudod. Hoppa, 22 óra közben itt elbogaráztam. Elindítjuk a küldetést, ezt megcsináljuk, jó? Még jó lenne, hogyha nappal és világosság mellett állnék neki. Lekapcsolom a lámpámat, és gyors körülnézünk még. Zombi hentelési ügyben, ugye föl kell menni a padlásra, hoppá, látod milyen jó? Egy meg volt, futnak a zombik, ne felejtsük el! Ó, hogy a frost sem nem evett meg benneteket. Most van ám a para. Mert ugye meghallja a környék összes zombi ezt.
Ó, hogy rovadjatok meg. Akadunk. Elfelejtettem kikapcsolni a streambe a izét. Egyébként, hogyha van ilyen akadásotok, főleg városban, csináljátok azt, hogy streambe offline-ra rakjátok gyakorlatilag offline-ra rakjátok magatok, rettenetesen sokat számít. Nem tudom, lámpát fölmenném-e kapcsolni, vagy inkább ne, érted, ilyenkor most tudod a dilemma, vagy szóval erre kellene menni. Támadásban vannak valamik, zombik, csak hagyjuk, jó? Ugye keselyük is voltak itt föl. Na, nem látok, az a baj, nem látok. Várjál ma. Megnéztem, minden be van-e tárazva, be vagyok parázva. Nem hiszem, hogy nem jön senki, baszod. Ilyen rohadt madarak is szoktak repkedni, de most hol vannak a köcsögök? Ezért elmondom nektek, ilyenkor már bőven jöttek. Jó, szarjam össze magam meg. Azt a mocskos kurva. Hoppá, ma nem csúlyát mondod a kiperecsém. Milyen lábad a telőbe, mecsém? Össze is, be is rogyott a gyerek. Meg voltunk. Jó, jó, nincs is semmi gondám. Haha, minden jó. Aktiváljuk ezt a szart. Kettő madár jött ez alatt, ugye? Tudjátok, egyszer voltam itt küldetésen kívül, vagyis nem sikerült a küldetést megcsinálni, mert későn értünk ide. És jók vagyunk. Fú, bassz meg. Oh, csúnyán beszélek, bocs. Egy kicsit parázok. Megyünk lopakodva, de... Ja? Világítok. Ugye elég jó lopakodni, hogy zsablalpa, ahol világítok, érted? Biztos, hogy van még madár, szerintem. És be kell menni a belsejébe, aha, emlékszem, be kell ugrani, ott van az üveg, és ott benn, ez biztos, hogy van egy raklappal. Ja, nem itt kell leugrani, egyenlődéjén. Ide mit, hol látunk le? Ott van a loot. Jó lootot kapunk most már, hogy lucky looter, nagyon jó szintű vagyunk. Nincs madár, nekem nem láttak madarat? Ez mi, zombi? Zombi, de ez halott zombi, az egy ilyen abszurd dolog. Na, itt volt sok zombi, erre emlékszem. Ajaj. Csak nem látom őket. Ó, te fiú. Ezt imádom. Itt lehet, hogy egy kicsit bedurvulunk. 22 lőszerre nem igen kell durvulni, mi? Ezt tudja, le van scriptelve, érted? Hogyha levész, akkor jönnek. Áh! Nem szeretem azt, nem szeretem, be fogok dögleni. Nem akarok megdögleni, az az igazság. Ez az igazság, hogy nem akarok megdögleni. Úgy gyerekek, hallod, nagyon jó cuccokat kapunk, elmondom neked. Baromi sokat jelent ez a Lucky Looter. Nagyon sokat jelent. Hú, de fosok, hallod? És köszönöm, fosok. Itt azt tudom, hogy sok zombi van. Ezelőtt is majdnem megszoptatta. Ott van a buzz.
egy kivégezve. Öcsém. Ezek itt ütik az ajtót, jaj, de örülök neki. Megint valami kinti zombi észrevett. Meg még lehet, hogy itt bent is vannak. Futkoráztak a zombik, nem jó! Lehet, hogy vannak itt bent is. Arra van, gyanús nekem az a helyiség ott. Itt mondtam, basza. A faszt! Menj már valami, miért nem mész? Nem áll! Menj, mi volt ez? Azt a bak... Tudtam én, hogy itt baj lesz! Nincs több időm. Aloe. Ott ki még nyugtalankodnak, ütik ezt a hülye rajtót. Ebből törve lábam minden bajom van, hogy feje is fáj, csávó. Minden, ami létezik, minden ér minket. 46 HP. Tök jó. Kettő ütés, ez megdöglünk. Hoppa. Valamit megtaláltam, de fú, ne, annyira izgulok. Kaját is ehetnénk, azt az is tölt, vagy valami. Ó, van izélőszer. AK. Gyógyszer. Basz, gyerekek. Na, majdnem megcumisztuk, hallod? Nem beszoktunk. Mutatjuk úgy is, hogy majdnem beszoktunk. Nem tudom, mit tanultam meg, mert annyira izgultam, vissza kell lézni. Valahogy van, ide baja van a karakteremnek. Ja, ez víz, ez csökkenti a HP-t, ott rohadjál meg. Majdnem megettem. Figyeljünk, nem törnek be, mert... Mi ez? Nem tudom, mi ez? Valami cucca autóhoz. Fú, eltankolt talán? Ne kell tárazni, mert mindig az a baj, hogy... Ugyanek szarol van a karakterem, esküszöm. Zúg a feje. Így kijutni innen, öcsém. Futkorásznak a zombik, elmondom nektek, gyerekek. Nafosás az egész. Áh!
Ki kéne valahogy jutni, ugye? Itt nincs szép. Jeeeeee! Hadd van a... Hát bazze! Most ez kemény lesz, gyerekek. De föl kell készülnöm arra, hogy valahogy ki kell jutnom. Itt megpróbálok, jó? Valahogy be kéne húzódnom, hogy csak egyfelől támadjanak ide. Gyerekek, mit szólnátok, ha a következő részben történne ez? Kicsit húzom az idegeiteket. Szar a szét vagyunk csapódva. Következő részben várlak benneteket, innen folytatjuk, amúgy is hosszú ez a rész, és egy kis izgalom lesz. Csácsúbi csörtészt a szevasztok!